A Mátyás Corvinus Kollégium Székesfehérvári Képzési Központjában tartotta konferenciáját a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége. A résztvevők többek között arról hallhattak, hogyan kell a marketinget felépíteni, alkalmazni. A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről is tájékozódhatott a közönség. A résztvevők arra is választ kaphattak, milyen a jó arculat, hogy néz ki egy jó weboldal, hogyan kell a közösségi oldalakat jól kezelni. Mikor? Hol és kinek szeretnénk üzenni? Ugye ettől függ az, hogy melyik platformot válasszuk, és melyen időpontban tegyük közzé azokat a bejegyzéseket. Hogyha mindenkit szeretnénk elérni, mert azt mondjuk, hogy jó, nekem mindenki a célközönsége, az én szolgáltatásom mindenkinek jó, akkor nem fogunk elérni senkit. Minél specifikusabb az üzenetünk, minél jobban leszűkítjük azt, hogy kinek szól az az üzenet, annál jobban magára fog ismerni, amikor olvassa azt az üzenetet. Lerner Lóránt, a Székesfehérvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft. Ügyvezetője a Fehérvár megyei vállalkozás menedzsmentről beszélt a hallgatóságnak. Mint mondja, Székesfehérvár elhelyezkedése jó, közel van Budapesthez és a Balatonhoz. A vállalkozások számára is ideális hely, képzett munkaerő áll a cégek rendelkezésére. Akár a felsőfokú oktatás, akár a középfokú oktatás miatt is, meg mondjuk Budapest közelsége is miatt is folyamatosan rendelkezésre állt, hogy elég rugalmas. Tényleg sok fiatal diplomással lehet találkozni, tapasztalt szakemberekkel is. Gazdasági támogatások, ugye pályázati lehetőségek vannak, itt is szerintem akár a regionális vállalkozás fejlesztési alapítványt vagy a központot is meg lehet kérdezni. Önkormányzati támogatások vannak, tényleg elég sok mindenre lehetőség van. Lerner Lóránt hozzátette, Fehérváron 7 ipari park van, sok közepes vállalkozás működik, biztonságot ad a városnak hosszú távon, hogy heterogén ipari szereplőkkel rendelkezik. Mint mondja, kedvező környezet áll a vállalkozások rendelkezésére. Az M81-es fejlesztés is a cégek hasznára válik majd.